Sziasztok, Divatikon nézők! Itt vagyunk a Glamour Díjátadó Gálán. Mellettem Istenes Bence és Csobolt Adél. Sziasztok! Sziasztok! Ha-ho! Hello! Azt szeretném tőletek kérdezni, mennyire vagytok csalódottak, hogy nem vagytok jelölve, semmint év legsármosabb férfia és az év legjobb énekesnője. Egyáltalán nem vagyunk csalódottak, szerintem Bence nevében is, meg magam nevében is mondhatom. Én nagyon kivagyok borulva, teljesen álmatlan éjszakáim vannak, és egyszerűen örjönkök napok óta otthon. Nem, nyilván nem. Elégedettek vagytok egyébként a jelöltekkel? Én azt gondolom, hogy abszolút igen, nyilvánvalóan, hogy megérdemelten lettek jelöltve, aztán jelölve meglátjuk, hogy ki fogja megnyerni. Mi pedig azt várjuk, hogy ne legsármosabb pasi, meg nem is tudom, legszebb nő kategóriában, hanem olyan énekes, nem, pont azt akartam mondani, hanem a legjobb műsorvezető és legjobb énekesnő kategóriában jelöljenek minket majd valahol. Mi ezt várjuk már nagyon, igen. És ezért dolgozunk. Van olyan esetleg, hogy bármelyik kategóriában szurkoltok valakinek? De kérlek szépen, hát most nagyon végkéne gondolni, itt nincs kedvenc, nincs igaz, de meg nem akarok senkit kiemelni, tudod, főleg így a gála előtt nem. Nem, nyilván azért lettek jelölve, mert jók, tehát hogy mindenkinek szurkolunk valamilyen szinten, mindenki megérdemelni, hiszen ezért lettek jelölve. Adél, szeretnék kérdezni, hogy mivel készülsz legközelebb rajongóid számára? Hát nagyon sok mindennel. Sorolt kérlek. Nem, hát igazából most, ami talán nekik lesz szánva, vagy lett szánva, az ugye az első sajátalom, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon-nagyon fog nekik tetszeni, úgyhogy ez az, amivel készülök. Ezt mikor tekintetjük meg, az első dal? Ezt hallani lehet, nem tekinteni. Hát akkor, bocsánat, mikor hallhatjuk? De mert őszintén ő már a klipre gondol. Már a klipre gondol, nem lesz klip, nem lesz klip. Természetesen lesz. Lesz klip. Akkor mikor hallhatjuk, aztán majd mikor tekintetjük. Ez időpontot még nem mondhatok, de hogy nem, hamarosan. Istenes Bence, esetleg pár tánclépés most, amit eddig tanultál? Hát figyelj, nem, most nem akarok, kevés a hely. Már kicsit meghúzottam, képzeljétek el, pont a mai próbán, annyira fáj a vállam, nem is tudom, hogy hétvégén hogy fogok még egyelőre táncolni, abba kellett hagynunk a próbát, de tényleg annyira meghúzottam, nem tudom felemelni a kezem. De hát... gőzerővel csináljuk, gyakorlunk, Adél is szokott nagyon sokat segíteni nekünk, úgyhogy minden szuper. Köszönjük szépen az interjút, és további kellemes estét kívánunk nektek. Köszönjük szépen. Hello. Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. kasszásbence.hu objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórák webáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk,